A legutóbbi biztonsági zónában bemutattuk a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság mentőkutyás szolgálatának kereső kutyáit. Mai adásunkból kiderül az is, hogy mire képesek ezek a kutyák akkor, ha egy felrobbant épület romjai között kell eltűnt szemét megtalálni. Erre a romterületre specifikusan igazából a személykereső gyakorlatok miatt jövünk. Nagyon fontos, hogy éles helyszínen tudjunk a kutyákkal, éles helyszínre hasonlító helyszínen tudjunk a kutyákkal dolgozni. Itt az ő feladatuk, hogy szokják meg először is a mozgást a törmeléken, illetve akinek ez már jól megy, az ugye gyakorolja ezt a mozgást, ami azért elég nehézkes, hisz minden lábuk különböző felszínen van, ami elmozdulhat. Vannak benne drótok, vannak benne mozgó dolgok, amik akár kispöröghetnek a lábuk alól, tehát ezt először a kutyának kontrollálni, elfogadni kell tudni. Utána meg kell tanulnia és gyakorolnia kell az orrhasználatot, azt, hogy ilyen körülmények között hogyan keressen, mire koncentráljon, miközül hogyan emelje ki azt a szagot, amit neki keresnie kell, illetve magát a jelzésmódot. Ugye ugatásra jeleznek a személykereső kutyáink, és nagyon fontos, hogy ez a ugatás milyen minőségű, tehát hogy rögtön elkezdjen ugatni, hosszan ugasson, bírja azt a terhelést, még ha fáradt is tüdőben is például a kutya, hogy hosszan kitartóan ugasson, így jelezze nekünk, hogy hol van ez a személy. Fog történni a gyakorlat során? Szemét keresnek, az egyik kollégám fog elbújni. Az ő feladata lesz az, hogy most ő imitálja, hogy ő egy áldozat, tehát nem szólalhat meg, nem mozdulhat meg, a kutya odaérkezik hozzá és onnantól kezdve felugatja, majd a végén kap tőle jutalmat, ez kutyától függ, hogy labdát kap majd, vagy pedig jutalomfalatot kap majd, csirkenyakat, pont a mai napon a kutya, attól függ, hogy mennyire haspók, vagy éppen mennyire játékos. Mennyire sérülésveszélyes ez a helyszín a kutyának? Minden helyszín sérülésveszélyes valamennyire, de alapvetően, mivel a kutyák szép fokozatosan vannak bevezetve ebbe a környezetbe, és megtanulják, hogy hogyan kell itt mozogni, nem mozognak olyan őrült módon, mint akár a síktalajon, ezért viszonylag ritkán van sérülésünk. Ha van, akkor az horzsolás vagy vágás lehet esetleg, ennél nagyobb sérülésünk nem szokott lenni. A kutya mi alapján találja meg a szemét? Melyik az az érzékszerve, amelyiket a leginkább használ? A kereső kutyáink minden érzékszervüket használják a romon való munkán, tehát az orrukat, a szemüket, illetve a hallásukat is nyilvánvalóan, hogyha valaki zörög, arra oda fognak figyelni, illetve hát nézik is, hogy merre fele haladnak, illetve hogy hol látnak esetleg szemét, de hát leginkább azért ez a kis nedves göbb van a orruk hegyén kihasználva, ez itt, ahogy a szaglásuk, amivel megtalálják azt a szagot, amit keresnek, az ember szagát, azt az ember szagot keresik, amelyik nem mozdul mozdulatlan, és maga a személy pedig úgy mondjuk, hogy nem életszerű pozícióban van, tehát akár fönn van egy gerendán, akár fekszik mozdulatlanul, vagy épp a törmelék alatt van, tehát nem egy tipikus mozgó, beszélő emberről beszélünk, amilyenek ugye mi magunk is vagyunk egy ilyen kár esetnél. Milyen zavaró tényezők vannak, amelyeket a kutyának el kell fogadnia? Keresési nagyon sok olyan dologgal találkoznak, ami a hétköznapi élettől eltérő, és nem lehet annyira komfortos. Különböző munkagépek haladnak el, vagy dolgoznak mellettük, nagy tömeg van, egy épületomlás esetén ugye a kiérkező tűzoltó rajokon kívül ott vannak a helyszínen a önkormányzatnak az emberei, a polgárvédelemnek az emberei, a szomszédok, a hozzátartozók, a kíváncsiskodók és természetesen a médiának is a jelenlévő közvetítői. Tehát nagyon sok olyan zaj és mozgás van, ami nem hétköznapi. Ezt szoktuk tűzoltó nagy gyakorlatokon is, más egyéb gyakorlatokkal összevonva gyakorolni a kutyákkal. Egy ilyen helyszínen sajnos a tömeget imitálni nem tudjuk, néha-néha kiszervezéssel sikerül, de nem mindig. De magát a mozgást, illetve a munkagépeknek a zaját, azt igen, tehát az már egy komoly feladat a kutya számára ebben a szituációban. Hányszor gyakoroltok a kutyákkal egy hónapban vagy egy héten? Mennyire kell, hogy intenzív legyen a gyakorlás folyamata ahhoz, hogy ő ezt bármikor, bármelyik pillanatban meg tudja tenni, hogy elindul keresni?
lehetőség szerint minden nap tréningezünk velük, ha ez valamiért csúszik, akkor max. 2-3 naponta veszik el őket egy-egy gyakorlatra. Nem azt kell érteni ez alatt, hogy napi 8 órában mondjuk ők nyúzva vannak, és nem pihenhetnek, és nem foglalkoznak mással. Alapvető, hogy pozitív módon kondicionáljuk nekik ezt a feladatot, tehát jutalomért dolgoznak. Megértetjük velük, hogy mit is kell csinálniuk, tehát hogy a szemért kell megkeresniük és bejelezniük. Így van felépítve ez az egész, tehát ők rajongják, imádják ezt a munkát, és ami a legideálisabb az, ha minden nap egy rövid időt, tehát egy pár percet, egy 3-4-5 perces kereső, illetve jelző gyakorlatot tudunk csinálni, de van, amikor például csak keresést vagy csak jelzést gyakorlunk, ez attól is függ, hogy éppen milyen helyszínen dolgozunk velük, illetve hogy az adott kutyának mi az erőssége, gyengéje, hol tart a kiképzése. Van, amelyik kutyának tériszonya van, lefele nem szeret annyira jól jelezni, van, amelyik annyira szeret futkosni, hogy nehezebben feszi fel a magasban lévő szagokat, többször átfut alatta. Tehát mindegyik kutyának ismerve a gyengéjét, a pont a gyengéjét próbáljuk nyilvánvalóan megedzeni, arra próbáljuk fölkészíteni, hogy az ne okozzon neki problémát, illetve mi is keressük nyilván ezeket a pontokat, hisz ha tudom, hogy mi a gyengéje, ott én nekem, mint kutyavezetőnek, ugye nem hagyom magára őt a munkában, tudom, hogy olyankor kell adott esetben segítenem. Nagyon fontos, hogy ez csapatmunka, nagyon kell a kutyavezetőnek ismerni az adott kutyát, az adott kutya stílusát, az, hogy ő hogyan keres, hogy amikor megérzi a szagot, már elkezd messziről büfögni, vagy csak akkor jelez, ha már ott van és teljesen bepontosította. Tehát nagyon sok ilyen egyéni adottság és egyéni tulajdonság is van a kutyáknak, amit tudnunk kell fölmérni, és alkalmazás során ezt figyelembe kell vennünk. Ti szolgálatotok nemzetközi szinten milyen helyre van rangsorolva, mennyire vagytok erősek nemzetközi szinten? Ez a mentőkutyás szolgálat most már 15 éve működik. Minden évben vizsgáztatni kell a kutyákat, ezt nemzetközi vizsgákon tesszük meg. Számtalan alkalommal voltak a kutyáink már dobogósak ilyen vizsgákon. Állandó szakmai kapcsolatot tartunk a osztrák, lengyel, német, illetve francia hivatásos tűzoltó mentőkutyás csapatokkal is, vagy ahogy például az idejében ismertünk, mert tudtuk meg, hogy Horvátország is rendelkezik ilyen hivatalos mentőkutyás csoporttal a tűzoltóság keretein belül, hisz nyilvánvalóan civil csoportok minden országban vannak, tehát most csak a hivatásos tűzoltósági csoportokról beszélek. Nagyon fontosak ezek a nemzetközi kapcsolatok, mert egy kis betekintést engednek a különböző kiképzés és alkalmazás metodikákba, és ez nagyon jó életbe tartja az embernek a szakmai tudását, nagyon jól tudunk így fejlődni is. Milyen éles helyzetekben kerülnek bevetésre a kutyáitok? Személykereső kutyáink vannak, erdős területen, illetve romon keresnek személyeket alapvetően. Tehát a fővárosban is több éles helyszínen dolgoztunk az elmúlt években, volt több gázrobbanásunk is, amely komoly épületkárosodást okozott. Ilyenkor nyilvánvalóan egyrészt az eltűnt személyek megkeresése, másrészt utána pedig az épület biztosítása a feladatunk, hogy valóban ki van ürítve az az épület. Így dolgoztunk például a Raktár utcai épületomlás esetében is, ami egy elég speciális eset volt, hisz ott a felső szintek sérültek meg a robbanás következtében, tehát az alsóbb szintek épek voltak, darúval tudtak fölmenni, illetve az alsóbb szinteket pedig a lépcsőház felül átvizsgálni a kollégák a kutyák segítségével. Alkalmasak arra, és erre volt is példa, például a török-bálinti mechanika fölrobbanásakor, vagy Balaton fűzfői pirotechnika raktár fölrobbanásakor, hogy mi kerestük meg az elhunyt személyeknek a holttestének a darabjait a kutyák segítségével, tehát ilyen specifikus feladatokra is alkalmasak a kutyáink. Ezt pszichikailag hogy bírjátok, amikor ilyen helyzetbe kerültök? A káresetek során vannak olyan szituációk, amik nyilvánvalóan jobban megviselnek minket. A kutyák azok mindenképpen feladatnak fogják föl, tehát nekik ez nem jelent különbséget, hogy épp mit keresünk, élőt, halottat, sérültet. Igazából a produktum a lényeg számukra, hogy megtalálják és a jutalmukat megkapják. Azért ez nyilván számunkra is fontos dolog mindenképp, hogy eredménye legyen a keresésnek, tehát ha halottat keresünk, akkor a halottat kell megtalálni, ez a feladat. Nyilván mindenkinek a hozzátartozója egy ugyanolyan fontos, még ha esetleg el is vesztette az életét, de azt, hogy méltósággal el tudja temetni, az ugyanolyan fontos szempont. Nyilván hozzászokunk azért az évek során ezeknek az igénybevételeknek, illetve hát maga a rendszer is, a kollégáik tapasztalata, beszélgetések azok, amik fölkészítenek, illetve segítenek abban, hogy földolgozzuk ezeket a szituációkat.